Sziasztok, de Simpsology vagyok, ez pedig itt egy újabb speed build. És nagyjából 150. alkalommal kezdtem el felvenni ezt a voiceovert, és a 150 alkalomból 140 alkalommal kokó szakította felbe a felvételt, és úgy döntöttem, hogy most nem nyerhet, nem érdekel. Ez lesz az utolsó voiceover, amit csinálni fogok, legyen bármennyire rossz is. Őszintén szólva, mióta megvan ez a macska, azóta határozottan megnehezedett a dolgom a speed build voiceover felvételekben. És ami azt illeti, most is éppen rosszalkodnak Lindával, valószínűleg, ha fülessel hallgatjátok ezt a videót, akkor hallhatjátok, hogyha nem, akkor nem hallatszik be semmi, csak azt veszitek észre, hogy én vagyok egyre frusztráltabb a voiceover során. Most úgy döntött, hogy éppen ugye fognak Lindával, de az előző alkalmakból egy párat felsorolnénk, hogy milyen különös alkalmakkal sikerült megszakítani a felvételt. Például, amikor leverte a tepsit a konyhapultról, vagy az alomban fél órán keresztül ügyködött, és kapart, és hangoskodott, vagy amikor nekiállt nyávogni, mert ma még csak egyszer kapott reggelit. Szóval um, elég nehéz dologmacskával speedbuild voice voiceover csinálni. A többi típusnál nincsenek ilyen problémáim, mert azok ugye utólag vágva lesznek, de sajnos a speed eknél kénytelen vagyok 16, 20, 25, akárhány percet végig beszélni vágás nélkül, mert nagyon furán hangzana, hogyha megvágnám, mert nagyon gyakran reflektálok arra, ami a képernyőn történik. Esetleg úgy tudnám megvágni, hogy a képet is kivágom, de akkor a házépítés elég fura lenne, szerintem. Minden esetre egy ilyen kis background story de neki nekiállunk ennek a voiceovernek és ennek a speedbuildnek, ezúttal egy közösségi telket hoztam nektek, méghozzá egy bubble tea shopot per turkálót, és szerintem ez különleges alkalom, mert ez az első, hogy ilyen telek építek a Sims 4-ben, még soha nem fordult elő korábban, Mondjuk a legtöbb közösségi telek ez elmondható, hiszen nem vagyok egy nagy közösségi telek építő, Ebbe valami szintén az olyasmi, ami nem annyira szokott érdekelni a Simsben. Jobban szeretek lakóházakat építeni, mert kevésbé vagyok tapasztalt közösségi területekben. Tehát, hogy a való életben sem feltétlenül tudom elképzelni, hogy mitől lesz jó egy étterem, mitől lesz jó egy kávézó. Egyszerűen a házakhoz jobban értek. Valahogy nem tudom, az jobban vonz. Minden esetre időről időre azért megpróbálkozok ezekkel is, és most mióta megy a VSLC sorozat, megfogadtam, hogy az egyes városokban, amikben lakni fogunk, el fogok helyezni közösségi területeket, hogy a szímeim el tudjanak menni, és jól tudják érezni magukat, de természetesen nincsen limitálva az adott városra az, hogy milyen közösségi telket építek, vagy milyen alap telket építek, mert lesznek apartmanok, lesznek házak, mindenfélével fogok jönni még a csatornán, úgyhogy ha szeretitek a speedbildeket, akkor ne keseredjetek el, mert most is fel van véve egy következő, csak mint említettem, voiceover felvételi nehézségekkel küzdök. <laughs> és ezeket muszáj átidalnom, és muszáj rávennem magam, hogy felvegyem a voiceover-eket, történjék bármi is. De igyekezni fogok. A lényeg, hogy lesznek fönt a galériában a házak, ez is fent lesz, le tudjátok majd tölteni, sőt, az is lehet, hogy már felraktam őszintén a memóriám olyan, mint egy molylepkéjé, de a lényeg, hogy fel lesznek a házak galériában, hogyha nem, akkor visítsatok nekem a kommentekben, és leellenőrzöm. A galériához az elérhetőségeim megtalálhatóak a leírásban, illetve a videónak a legvégén az utolsó képernyőn, Szóval elvileg meg kell tudnotok találni. Ha mégsem sikerül, akkor használom a hashtag The Simsologist hashtaget, hashtag szóismétlés. <laughs> Azon is megtaláltak viszont, figyeljetek oda, mert hashtagre nem csak én tölthetek fel, szóval jóval nagyobb találatból kell majd tudnotok kiválogatni azt a telek vagy azt a telket, amit szeretnétek igazából letölteni. Ez volt a kis kötelező <laughs> infóáradat, amit mindig elmondok nektek, de úgy érzem fontos, mert gyakori kérdés egyébként még a mai napig, és gondolom vannak emberek, akiknek adott esetben az az első videó, amit látnak a csatornámon, szóval még mindig vannak emberek, akiknek új info, és ez egy tök jó dolog szerintem. Szóval, ha új vagy a csatornán, jaj! <laughs> Üdv. Remélem tetszenek a kis házikóim és a led szpréjeim. Minden esetre ez a Bubble Tea Shop egy tök királytelek típus. Ugye már a korábbi speedbuildekben is szó volt arról, hogy a Sims kezd rájönni arra, hogy nincsen túl sok telek az új világokban. Egyre kisebbek a világméretek, vagy a városméretek. És egyre több telektípus van, amit el kell tudnunk helyezni, szóval bölcsen kell válogatni, és én ezt nem annyira szeretem. Én jobban szeretem, hogyha a bőség zavara van, és minden telektípus lerakhatok egy adott világba, amit csak szeretnék. De sajnos ma már nem ez a helyzet. Nem is tudom, hogy hány közösségi telektípus van, de az alapjátékban még viszonylag kevés volt, aztán időnként frissítettek be egyet-kettőt, például a generic telektípus, biztos vagyok benne, hogy egy befrissítés volt az alapjátékban, illetve az egyes kiegészítőkkel is érkeztek új telektípusok, mint például a nightclub, a gettogetherrel, illetve a kávézó is a gettogetherrel jött, érkezett ugye a bérlős, vagy hát a a bérletitelek, vagy a Na, fene se hogy hogyan kell ezt megfogalmazni. Magyarul továbbra sem tudok. A lényeg, hogy a bérházak, talán bérházak, vagy ilyen Airbnb-k, vagy nevezzétek, aminek akarjátok, azok érkeztek annak idején, amikor ugye az egyes vacation world érkeztek, ahová el lehet menni nyaralni, aztán később befrissítették, hogy bármelyik telek nem telek, de ö, bármelyik városba el lehessen helyezni ezeket a telkeket, szóval most már az is játszik, illetve érkezett még ugye ez a Pebble Tea Shop, a High School years van Vet Clinic, ugye az állatorvosi rendelő a ketszendox és rengeteg sok egyéb terektípus. Ugye a Community Space-ről nem is beszélve az Eco Lifestyle-ban, az már alapból négy telket egyesít egy telekre, szóval ott már nagyon odafigyeltek erre a helytakarékosságra. A lényeg az, hogy most már nagyon-nagyon-nagyon sok telektípusból kell tudnunk válogatni. Ú, még eszembe jutott az étterem és a spa, hogy is felejthetném el azok tök királyak, és egyik városban sem volt nekik ugye külön hely, ami teljesen logikus, hiszen külön gépekkel jöttek, nem lehet csak úgy belepakolni ezeket a telektípusokat olyan városokba, aminek semmi köze hozzájuk. Szóval elég sok, sok van már, amiből lehet válogatni, és kétszer meg kell gondolni, hogy melyikek számatokra fontosak, melyikeket tudjátok elhelyezni, mert a telek szám az véges. És én alapvetően legtöbbször csak az alaptelkekre megyek el a szímeimmel, és ezt gondoltam, hogy megváltoztatom most a VSLC sorozat folyamán, és szeretnék általam épített telkeken is játszani. Legyenek a közösségi is olyanok, amilyennek én szeretném őket, mert mindig olyan lehangolóak ezek a közösségi dálkek, és nagyon sokszor visszautasítom a szímeknek a meghívását, mert ilyen uncsi helyekre akarnak hívni, mondjuk a karaoke bárba, teljesen random más világba, ugyanúgy nem tudtunk elmenni randizni étterembe, mert nem volt étterem a világba, szóval egy kicsit ezt akartam feldobni, és remélem ez nektek jó hír, a háttérben eldurvult a verekedés, úgy hallom, szóval egy kicsit kezd a mondataimnak a szövődménye is összekuszálódni. Nézzétek el nekem. Annyira jók vagytok benne egyébként, hogy kibagor kibogarászátok a mondani valomból azt, amit mondani akarok. Néha úgy érzem, hogy túlfogalmazok dolgokat, ez abszolút egy ilyen negatív tulajdonságom, vagy olyasmi, amit fejlesztenem kell. Tehát így körüljárok dolgokat, mert nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg úgy, hogy nekem tetszen. És ugyanazt a mondatot elmondom négy-öt féleképpen. De ti úgyis mindig kibogarászátok, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen valamiért még mindig nézitek azt, amit csinálok, és nagyon hálás vagyok érte. Minden esetre visszatérve erre a telekre, ugye igyekeztem beilleszteni Brindleton B-nek az egész világába, és szerettem volna, hogyha olyan színű, olyan stílusú lesz. Szerettem volna, hogyha egy kicsit kupis ez a bal oldala, ahol maga a turkáló rész van és a bobati sopot meg szerettem volna, hogyha egy kicsit modernebb lesz. És visszatérve a helyhiányra, ugye annak ellenére, hogy ez csak egy két, két funkciós telek, én úgy döntöttem, hogy legyen már több funkciója, és az emeletre elhelyeztem két termet, amiben lehet így előadni. Jézusom, most biztos, hogy halljátok, ahogy játszanak. <laughs> Um, szóval lehet előadni, mert van mikrofon, lehet fejleszteni a kis um, a karizma jártasságot, meg a humor jártasságot, ami nem jut eszembe pontosan, hogy micsoda a Sims 4-ben, és most ettől lefagyott az agyam, mert utálom, hogyha nem jut eszembe valami. A másik teremben pedig lehet karaoke Így ki tudom kerülni azt, hogy ebbe a városba elhelyezzek karaoke-bárt, mert bár nyilván annak az a szerepe, hogy ott karaokézni lehessen. Én úgy gondolom, hogy ide is el lehet jönni randizni, és itt is lehet karaokézni a szimekkel, hogyha ez az, amire vágytok, és ez az, amit szeretnétek. És ezáltal megspóroltunk plusz egy telket, ami nagyon király. Majd valamelyik livestreamben, bár általában a livestreamben streamben meg szoktam mutatni, amikor megy a VSLC, hogy hogy néz ki jelenleg be de majd megmutatom, hogy hogy néz ki be, és látni fogjátok, hogy annak ellenére, hogy viszonylag kevés telket építettem eddig, Ebbe a városba, és korán sem fettem le a nagy részét a közösségi és még mindig egy csomó hiányom van, amit úgy szívesen építettem volna, vagy szívesen látnék a városban. Elég étele van, nagyon kevés család fér már el és ugye az sem túl szerencsés, hogyha nincsenek szomszédai az embernek, mert egyedül egy darab lakóház fér el az egész városban. Úgyhogy nagyon nehéz ezt egyensúlyozni, legalábbis számomra. Én nagyon szeretem, hogyha a szímeimnek sok-sok szomszédja van, akikkel lehet beszélgetni, akiknek a gyerekeivel lehet haverkodni, mert például az is egy nagy probléma szokott lenni számomra a Sims ben hogy kaptuk azt a tipegős partit, tehát, hogy ilyen toddler playdate, ilyen szociális eseményt, és még soha az életben nem tudtam tartani olyat a szímeimnek. Soha. Semmilyen körülmény között, mert állandóan otthon vagyok a szímeimmel, nincsenek szomszédok, és egyszerűen nem ismerek olyan szímeket, akiknek van tipegője. És a Rex Turici sorozatomban elhatároztam, hogy jó, most már ennek véget fogok vetni, és ott van barátnője az egyik karakteremnek, akiknek ugyanúgy születnek gyerekei, határozottan nagy segítség ez az ilyen Neighborhood Stories, vagy ilyen Story Progression Update, ami érkezett. Tudom, hogy totál hunglisul beszélek, de mivel angolul játszom a játékot, nem jönnek a számra kapásból a magyar szavak, szóval általában csak kimondom az angolt, ami az eszemben van. <laughs> És imádkozok érte, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Minden esetre ez a frissítés, amivel ugye az NPC-k is gyereket vállalnak, munkát váltanak, kapcsolatokat létesítenek, stb. stb. Ez nagyon-nagyon hasznos volt ebből a szempontból, hogy egy kicsit több tipegő van a játékban, de még így is nagyon-nagyon nehéz, mert sosem találkoznak a szímeim. Úgyhogy én szeretem, hogyha vannak szomszédaik, ez a lényeg és ugyanúgy szeretem, hogy a téniknek vannak barátaik, akik úgy néznek ki, minthogyha értelmes emberek lennének, nem pedig egyszerre hordanak szemüveget, kesztyűt, és azon kívül a kesztyűn kívül a gyűrűjüket, vagy mit tudom én, most azt akartam mondani, hogy estei ruhát, bakancsal, az egyébként menő szóval azt nem tudom bírálni. De az a lényeg, hogy nagyon randomizált outfitekben szoktak lenni, meg nagyon random módon néznek ki, és szerintem az teljesen természetellenes, és szeretem, hogyha egy kicsit a sztorimban az emberek olyan valósághülyek maradjunk annyiban. Lehet rossz ízlésük, stílusuk, de bizonyos határokon belül. Tehát, hogy azért olyan logikus módon rossz stílusuk. Mert szerintem senkinek nem jut eszébe a téli kesztyűjére kívülre felvenni egy gyűrűt, de javítsatok ki. <laughs> ha már csináltatok ilyet, akkor szóljatok, és küldjetek képet róla mindenképpen a Discord szerveremre, vagy pedig Instagramon, mert érdekelne határozottan a Discord szerveremnek is. Megtaláljátok a linkben a vagyis nem a linkben, hanem a leírásban a linkjét, hogyha szeretnétek csatlakozni. Ott szoktam kiírni, hogyha lesz livestream, és hogy mikor lesz. Érdemes néha-néha ránézni. És erről jut eszembe, hogy most már a csatornatagság is újra elérhető a csatornán, ami szerintem nagyon izgalmas. Ezúttal csak egy kategória van, és alapvetően nem akartam semmi olyasmit megígérni, amit nem tudok betartani, így most ami előnyökkel jár az az, hogy értelemszerűen könnyebben észreveszem, amit írtok, illetve külön vannak szedve nekem a kommentjeitek, amikor a YouTube-on vagyok, és előbb látom őket, és előbb tudok rá reagálni, illetve nyilván külön figyelemmel kísérem. Ezen kívül pedig használhatjátok a custom emoji vagyis az egyedi emotikonjaimat, amik erre a csatornára készültek. <laughs> még annak idején a Száz Baba Live-ból főként, de azért vannak általánosak is, mint a Plaid, az örök meg a kóla. <laughs> Egyébként talán azért beszélek erről most, mert éppen egy livestream előtt veszem fel ezt a voyszó-t, mert egy kicsit hamarabb elkészültem, mint gondoltam, és úgy döntöttem, hogy még ezt a videót elkészítem nektek előtte, és most így nagyon a livestream jár az eszembe. Szóval ezért jutottak eszembe ezek a dolgok. Minden esetre, ha nem nézitek a livestream -e, mert akkor természetesen nem aktuális. Sok minden nem látszott a videóban ennél a háznál, amit elkészítettem, mert mostanában nagyon gyakran előfordul, hogy így utólag nézek rá valamira, és mm, ez itt nem jó, egy kicsit változtassuk meg. De biztosíthatlak titeket, hogy a screenshotokon látszik a teljes végeredmény, Ó, és most ugrott be, hogy már feldöltöttem ezt a galériába, úgyhogy menjetek és csapjatok le rá, hogyha érdekeltiteket, de természetesen a videónak a végén lesznek felülnézeti képek is, ami alapján el tudjátok készíteni magatoktól is, hogyha szeretnétek. Egy kicsit ez a karaoke gép belelóg a plafonba, de ez olyan apró részlet, amit hajlandó vagyok eltekinteni. Na jó, nem biztos. Lehet, hogy ki fogom cserélni a kisebb karaoke gépre, ami mögött nincsen ilyen nagy monitor. Minden esetre én itt elköszönök tőletek, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!